Szerintem nagyon jó kérdés az, hogy vajon hányan tudják azt, hogy elvileg minden ember egyfajta születési amnéziát kap, amikor ideérkezik a Föld nevű bolygóra, vagyis amikor megszületünk, teste töltünk. Ezt hívják úgynevezett testetöltési amnéziának, amikor is mondhatjuk azt, hogy a lélek vagy az önvaló nagyon sok mindent elfelejt abból, ami fontos, és ami korábban létezett, vagy ami esetleg még ezután történik majd. Persze nagyon jó kérdés az, hogy ilyenkor ki vagy mi az, ami felejt, mert ugye az elején azt mondtam, hogy az önvaló. Bár lehet, hogy ez nincs így, hiszen én úgy gondolom, hogy az önvaló nagyon sok mindent tárol. Inkább lehet, hogy arról kell beszélni, hogy a kapcsolat szűnik meg a test, a fizikális forma, vagy mondjuk azt, hogy a kisebb rendű én és az önvaló között, ami ugye a felettesén, legalábbis így is szoktuk nevezni ezt a szegmenst. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy maga a testetöltés ilyen folyamatokkal is jár, de biztos vagyok abban, hogy erről még mindig kevesebben hallottak. Erről a jelenségről már készítettem korábban különböző felvételeket, előadásokat, most szeretném egy picit tovább emelni és kibővíteni ezt a témát, ugyanis tegnap este ismételten nagyon érdekes kérdések fogalmazottak meg bennem. Szerintem a tegnapi előadás is nagyon érdekes lett, és jó hosszú, 101 perces. Érdemes meghallgatni, bár tudom, hogy nem könnyű ezeket az előadásokat, felvetéseket, feldolgozni, és rövid időn belül megérteni. Én igazából azt a célt szolgálom, hogy ezeket a témákat kibontsam, átadjam, és meglátjuk azt, hogy majd mi lesz ezeknek a sorsa. Ez a 953. improvizáció hat év során, ami által, ahogy én mondtam, a születési vagy testetöltési amnéziáról szeretnék beszélni, és arról, hogy vajon miért van az, hogy egyáltalán ez a fajta folyamat vagy jelenség megfogalmazódik a földi létezés kapcsán. Persze, szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy csak a Földön fogalmazódik-e meg de hogyha arról beszélünk, hogy nyilván itt tudunk ugye testeket ölteni, és maga a fizikális rendszer itt tud megvalósulni, akkor igen, arról kell beszélni, hogy valószínű, hogy csak 3D-ben, a Földön, fizikális formátumban hat ez az úgynevezett születési amnézia. Persze, hát tudjuk nagyon jó, hogy nem csak a földi rendszer épül föl így, és nem csak itt vannak fizikális Megnyilvánulások. Hát, aki hisz abban, hogy esetleg más bolygókon is vannak különböző létezési formák, és esetleg ott is megnyilvánulnak különböző lények, akkor arról kell beszélni, hogy lehet, hogy ott is ezek a lények különböző, mondjuk úgy, hogy amnéziás állapotba kerülnek. Bár szerintem itt ez főleg azért van, mert Ugye tegnap is elmondtam azt, hogy nagyon alacsony tudatszintek fogalmazódnak meg, nyilván nem véletlenül, és gondolom, hogy amiről most beszélek, ez nagyon szorosan összefügg ezzel a fajta jelenséggel, hogy alacsonyabb dimenziók, frekvenciák és tudatállapotok nyilvánulnak meg hogy egyáltalán ez a fizikális rendszer, vagy maga az anyagi szerkezet, mint olyan létre tudott jönni, megnyilvánult. Igen, ez valószínű, hogy azt idézi elő, vagy azt is, hogy ennek az úgynevezett születési amnéziának létre kellett jönnie, és igazából mondjuk azt, hogy enélkül nem képzelhető el maga a testetöltés, hiszen hát arról kell beszélni, amit már elég sokszor felvázoltam, hogy az eredetiség az mindenképpen a szabad lélekről szól, ugye egy olyan szellemi rendszerről, ugye, aminek úgymond a léte nem korlátozódik anyagra, majd mikor elindul ez a tanulási folyamat, nyilván, hogy testet kell ölteni, és hogyha testet öltünk, és emberi műholdban fogalmazódunk meg, akkor nyilván, hogy a Föld nevű bolygóra érkezünk, bár ahogy mondtam, nem biztos, hogy csak ide, tehát itt is nagyon sok tanulnivaló van, hát itt mondjuk azt, hogy nagyon erős a kiképzés. Tehát én gondolom, hogy nagyon sok léleknek meg kell fogalmazódni a, Földön. Persze szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy vajon minden lélek megfogalmazódik a Földön, és minden egyes léleknek testet kellett már öltenie ezen a bolygón. És persze, hogy mondtam, biztos vagyok benne, hogy más élő területeken és dimenziókban is helyet foglaltunk már, és és ezután is ez így lesz, de tényleg jó kérdés az, hogy vajon minden lélek megtapasztalta-e már a földi fizikális létezést, vagy lehet, hogy vannak olyan lelkek, akiknek úgymond szerencsére nem kellett ide születniük, nem kellett testet ölteniük, váltaniuk, és lehet, hogy csak magasabb dimenziókban foglalnak helyet. Hát ugye tudjuk azt, hogy ez mindig nagyon sok mindentől függ, főleg attól, hogy nekünk milyen tanulnivalóink vannak, milyen úgymond leckéket kell elsajátítani, és hogy mennyi időt kell még tulajdonképpen eltölteni fizikumban, testben, fizikális megfogalmazásban. Ha egy léleknek van egy bizonyos úgymond karma ideje, amit ki kell töltenie, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nagy valószínűséggel a Földön fog teste tölteni, és ezt az időt itt fogja letölteni, mivel ugye az idő, mint olyan, a Földön fizikális szinteken valósul meg, én azt gondolom, hogy magasabb dimenziókban ez már nem érvényesül. Tehát biztos vagyok abban is, hogy maga a karma, mint olyan, a Földön működik nagyon erősen. Persze, hogy mondtam, lehet, hogy más bolygókon is, attól függően, hogy kinek mit kell elsajátítania. De hát a szabad lélek ugye egy nagyon átfogó rendszer, és amíg nincs testben, addig nyilván, hogy ezek az aspektusok nem hatnak rá, csak akkor, amikor meg kell tapasztalni a 3D-s megnyilvánulást, ami remélhetőleg most már nem 3D-s lesz, háromdimenziós, hanem 4 vagy 5D-s, ugyanis folyamatosan arról számolunk be, hogy úgymond a régi mátrix most már kezd felbomlani, és úgymond átváltozni, és magasabb uh, dimenziók és létállapotok uh, fogalmazódnak majd itt meg a Földön, ami fantasztikus, mert, ahogy mondtam, nagyon alacsony szintek uh, működtek, és nyilván, hogy fejebb kellett emelni ezeket a szinteket azért, hogy ne fogalmazódjanak meg ilyen alvó, sűrű létállapotok, mint uh, amelyekről ugye eddig beszélni kellett. Na most igen, hát uh, onnan kell elindítani a mai történetet, ahogy mondtam, hogy a szabad lélek, úgymond, vagy ez a rendszer, amikor teste től testet vált, akkor valószínű, hogy nagyon sok mindent el fog felejteni, bár ahogy mondtam, szerintem a kapcsolat fog megszűnni, valamennyire, nem százszázalékosan, a magasabb rendű abszolútum önvaló, és a kisebb rendű én között, ami ugye testben foglal helyethető. Az is tudjuk, hogy nagyon sokan az ént, saját magukat a testükkel azonosítják, és nem tudják azt, hogy van egy magasabb rendű szellemi minőségük is, ami egy örökrendszer, ugye csak a testeknek van mulandósága, és hogy igazából ez a nagyon átfogó önvaló abszolútum az, ami minden tárol. De most, hogyha ebben igazából minden megfogalmazódik, és minden megmarad, akkor mondhatjuk azt, hogy mégsem biztos, hogy ez az amnézia, mint olyan, ebben a térben létrejön, hát itt biztos, hogy nem, hanem csak akkor, amikor ez a test úgymond elkezd mozogni, megszületünk, majd valamilyen szinten a tudatunkra ébredünk, bár jó kérdés, hogy mennyire százszázalékosan, hát ezzel szerintem főleg attól is függ, hogy ki hol tart, és hogy ki milyen rezgés szinten született le. Ugye az sem mindegy, hogy ki hány hercen öltött testet, hát jó kérdés, hogy ki az, aki ezt meg tudja mondani önmagával kapcsolatban. Nekem az a tapasztalatom, hogy általában azt tudják megmondani az emberek, hogy hány kilogrammal születtek, és hogy hány centiméteresen. Bár nem tudom, hogy ezek az adatok mennyire fontosak, szerintem elenyészőek, mert ugye itt is csak a testeket vizsgálják, de mondjuk a magasabb szintű önvalót nem, és azt nem nézik meg, hogy ki hány hercen látott napvilágot, milyen rezgés szinten, bár nem tudom, hogy ezt ki az, aki meg tudná mérni. De szerintem ezt is vizsgálni kellene, ugyanis nagyon nem mindegy, mert ez nagyon erősen meg fogja határozni az életünket, az itteni változatot, és azt, hogy tulajdonképpen mi milyen sorsot vállalunk, vagy írtunk alá, hogy milyen helyzetekben fogunk részt venni, hogy mennyi mindenre fogunk emlékezni, hogy milyen spirituális képességekkel jöttünk, vagy nem, hogy mennyire vagyunk mesteri mintában, minőségben, vagy éppen nem. Hát az az igazság, hogy én ezt nagyon jól érzem, és a különböző emberkék által meg tudom azt mondani, nem is kell hozzá találkozni fizikálisan, hogy nagyjából ki hány rezeg, ki mennyire fejlett lélek, hogy ki honnan érkezett, hogy kinek milyen korábbi testetöltései voltak, hogy milyen sorsot, missziót vállalt az illető, hogy milyen életfeladatokkal rendelkezik, hogy mit írt alá, stb. stb. Körülbelül olyan tíz oldalt le tudok írni így egy ember életéről és vállalásáról, hiszen, ahogy mondtam, szerintem nem főként azt kellene vizsgálni, hogy kihány hány grammal vagy centiméterrel látott napvilágot magyarán, hogy a teste. Hát most nagyon furcsán fogok fogalmazni, hogy ez az anyag darab, mint olyan hány centis és hány grammos. Jó, persze én nem mondom, hogy ezeket az adatokat nem kell mérni, hogy ez nem olyan fontos, csak az a baj, hogy mindig csak ezeket veszik alapul, és azt nem, hogy egy lélek milyen, hogy a léleknek vagy az önvalónak milyen adottságai vannak, mert hát ugye azt is tudjuk, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy egy embernek nincs is lelke, nincs önvalója, nincs szellemisége, csak a teste van. Csak a fizikum az, ami létezik, és hát éppen ezért csak ennek a formulának az adottságait fogják vizsgálni. Hát ezért vannak ilyen nagyon alacsony tudatszintek a Földön, és ilyen beleragadt állapotok, mert hát nagyon-nagyon el van maradva még az itteni létezés, és úgy általában az itteni gondolkodás, vagy nem gondolkodás mód, attól, ahol már ugye nekünk meg kellene fogalmazódni. Szóval én azt gondolom, hogy ezek az előadások, felvételek talán azt a célt is szolgálják, hogy nyissunk, hogy felébredjünk, és hogy valamilyen szempontból ezen a születési amnézián egy picit én is tudjak úgymond lágyítani, vagy feloldani ezt, mert ahogy mondtam, igazából én azt gondolom, hogy ez mindenkire hat, csak nem mindenkire egyformán, és az attól függ, hogy ki hogyan érkezett ide. Vannak, akik már gyerekkorukban is emlékezhettek a korábbi testetöltéseikre, az életeikre, úgy, ahogyan én, nagyon sok mindent örökíthettek át, nagyon magas rezgésszinteken működtek és működnek. Ők nyilván, hogy ilyen tételekről fognak beszélni, és számukra ezek a jelenségek nem lesznek idegenek, ők biztos, hogy nagyon nyitott koronacsakrával rendelkeznek, ami által nagyon sok minden úgymond le tud jönni, és rajtunk keresztül tud áramolni, főleg a magasabb szintű szellemi berkekből és mintákból, vagy mondjuk azt, hogy az önvalóból, mert ugye mondtam, az önvaló az, ami mindent tárol, de hogyha elveszítjük vele a kapcsolatot, ami szerintem nagyon nagy baj, akkor nyilván hogy nagyon sok mindenre nem leszünk tudatosak, nagyon furcsán fogunk tekinteni az itteni vanságra létezésre, nagyon sok mindent nem fogunk megérteni, és nagyon hosszú út fog visszavezetni, ami felettes énünkig, az igazi valódiságunkig, nagyon sok szenvedéssel fog járni, rengeteg gyötrelemmel, mert amit mondtam, bizony, ez a kapcsolat, vagy ez a szövetség valamilyen szinten felbomlik akkor, hogyha maga a testetöltés megvalósul, Valósul, vagy ez az anyagi rendszer létrejön, tehát mindenképpen az a feladatunk, az a dolgunk itt, hogy ezt a fajta szimbiózist újra megvalósítsuk, vagy mondjuk azt, hogy egységes mintába kerüljünk a privát, saját önvalónkkal, a felettes énnel, az isteni mi voltal, mert onnantól kezdve sokkal tudatosabbak leszünk, sokkal több mindent fogunk érteni, nem mellesleg teljesen úgymond megváltódik az életünk, már nem az anyagi, rendszerek által működünk, nem fog befolyásolni bennünket, úgymond a külsőség, sokkal több mindenre fogunk tudni válaszolni, sokkal kiegyensúlyozottabbak leszünk, nem mellesleg, Hát tényleg valóban az igazi sorsunkat, és vállalásunkat, és életfeladatunkat tudjuk majd teljesíteni, és nem azt, amit ránk mérnek, vagy amit ugye úgy általában az, em általában az emberekbe próbálnak belesújkolni, ami főként manipuláció és megvezetés. Tehát én azt gondolom, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos feladat, hogy ezeken a blokkokon oldjunk, és hogy ezt a születési amnéziát, mint olyat, valamilyen szempontból semmisét tegyük. Persze, arról is beszélni kell, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tétel a mai előadás kapcsán, hogy mindenre nem emlékezhetünk. És az is nagyon jó kérdés, hogy vajon ezt a születési amnéziát, mint olyat, ki generálja. Ez honnan jön? Ki az, aki ezt úgymond ránk méri? Vagy ki volt az, aki az éteni földi létezést úgy találta ki, vagy úgy alkotta meg, hogy maga ez a felejtés mint olyan hasson, és hogy ne emlékezhessünk mindenre. Annak idején, körülbelül olyan tíz évvel ezelőtt, amikor elkezdtem egy parapszichológiai iskolát, tanfolyamot, akkor beszéltünk már ugye erről a fajta folyamatról, és én is megkérdeztem azt ott a többiektől, és lehet, hogy a konzulánstól is, hogy de miért nem emlékezhetek mindenre. És feltettem egy olyan kérdést, hogy azért, mert esetleg valami rosszat csináltam és nem engedik meg ezért, hogy én mindenre emlékezzek. Mert hogyha valami rosszat csináltam, akkor oké, okay, beszéljük meg, és akkor én próbálok ezen javítani. Kijavítom a hibákat, hogy hát, ha sokkal több mindenre emlékezhetek, és akkor sokkal több mindent tudok majd feltárni az önvalomból is, és nem kell már nekem sem elszaladgálni sehova, mert mindenre választ tudok majd adni, mindent le tudok hívni, és mondjuk azt, hogy a, hát az itteni földi képet is jobban össze tudom tenni, ugyanis igen, hát arról kell beszélni, hogy szerintem az a legfontosabb, hogy az ember azt a bizonyos összképet egybe tudja rendezni, mindennek értse az okát, hogy mi miért történik az életünkben úgy, ahogyan, Na most jó kérdés az, hogy erre milyen választ kaptam. Most vissza kellene gondolni, vagy egyáltalán kaptam-e valamiféle választ? Hát lehet, hogy erre nem. Vagyis lehet, hogy az volt a válasz, hogy nem biztos, hogy én rossz dolgokat tettem, vagy úgy általában az emberiség rossz dolgokat tett, és hogy ezért nem lehet sok mindenre emlékezni, és hogy ezért működik a születési amnézia. Egyszerűen azért, mert nem emlékezhetünk mindenre. Mert hogyha minden egyben feltárulna, és például minden egyes emlék, érzés visszaköszönne, amelyeket én a korábbi testetöltéseimben átéltem, akkor lehet, hogy megbolondulnánk, nem tudnánk földolgozni Ezeket az élményeket, és azt sem, hogyha a jövőből, a jövőnek nevezett energetikai térből minden egyszerre ránk zúdulna. Ezért van az, hogy igen, csak lépésről lépésre lehet nagyon szépen mindent elosztani, és hát igazából mondjuk azt igen, hogy az idő, mint olyan, ugye ezért létezik a Földön, fizikális mi voltban, vagyis azért, hogy szépen fokozatosan menjünk végig az itteni állapotokon és helyzeteken, és tényleg nem jó az, vagy nem lett volna jó például az én esetemben sem, ha mindenre rögtön emlékeztem volna, egyrészt nem lettek volna meglepetések, másrészt pedig nem lettek volna katarzisok. Én azt gondolom, hogy a katarzisra, mint olyanra, nagyon-nagyon nagy szükség van. Jól írtam le, is jó mindegy, igen. Tehát nagyon-nagyon nagy szükség van a különböző katarzisokra. Ugyanakkor mondjuk azt, hogy az aha élményekre, amelyeket apró megvilágosodásoknak vagy szatoriknak neveznek. Ugyanis az én tapasztalatom is az, hogy ezen Apró megvilágosodásokból vagy szatorikból építjük föl tulajdonképpen az itteni életünket. Nagyon-nagyon jó átélni egyébként ezeket az aha élményeket. Én imádom őket, és imádom azt, hogy minden egyes nap feltárul egy-egy ilyen élmény, dolog, szegmens. Nagyon sok örömköny szabadul föl. Tényleg ilyenkor az ember olyan, mintha fel kell kerülne valahova. És szoktam érezni azt, hogy nagyon magasan van ilyenkor a rezgés szintem, szinte már szárnyalok. És ilyenkor nagyon-nagyon sok minden áramlik le, úgymond az önvalomból, és ugye én ezeket szoktam felirogatni, hát konkrétan írtam már négy millió karakternyi önálló gondolatiságot, valamint 2000 oldal kéziratot, és nagyon-nagyon sok minden mást. Igen, ezekből a megtapasztalásokból és aha élményekből, mert ahogy mondtam, miközben fokozatosan haladunk előre az úton, és mindent tárunk föl, rengeteg ilyen élmény fog előtérbe kerülni, és ezek tényleg olyanok, mint a lépcsőfokok, már-már szilárdak, és ezekre fel lehet lépni, lehet építkezni rájuk, és tulajdonképpen így lehet végigmenni egy olyan úton, amit én önvaló kaminónak szoktam nevezni, magyarán egy olyan kaminón, egy olyan úton, ami által visszaszerezhetjük a kapcsolatot, ami abszolútumunkkal, a magasabb rendű énnel, amit ugye elveszítettünk, és ami által szerintem a születési amnézia, mint olyan is megfogalmazódik, vagy nagyon erősen része ennek a történetnek. Úgyhogy igen, arról kell beszélni, hogy itt nagyon sok minden úgymond összefügg, és hogy nagyon-nagyon sokrétű úgymond ez az út és megtapasztalás, és nyilván nem véletlenül kellett ugye anyagi szerkezetet ölteni, vagy az anyagi szerkezetben megnyilvánulni. Szerintem pontosan azért, hogy ez az út meglegyen, és hogy az emlékezési folyamat is úgymond beinduljon, mert nem csak arról kell beszélni, hogy ez a születési amnézia, vagy ez a felejtési folyamat, működik, hanem arról is, hogy bizony az emlékezés is beindul egy idő után, és szépen fokozatosan fog úgymond minden lejönni, szépen fokozatosan nyílik a koronacsakra, tehát nyilván ezt egyszerre nem lehet kinyitni, vagy kitágítani, mert akkor túl sok minden zudul be, és maga a test, az anyag, de ugyanakkor szerintem hát mondjuk azt, hogy a tudatiságunk sem bírja el, ugyanis arról kell beszélni, hogy nagyon sok esetben ugye először még tudat alattiból működünk, vagy egy ilyen test tudatosságból, egy ilyen fajta állapotból, de miközben haladunk előre az úton, és emelünk a tudatállapotokon, a rezgésszinteken, a saját frekvencián, nyilván, hogy minden szépen fokozatosan nyílni fog, és kilépünk a testtudati mintából, majd egyre jobban följebb emelkedünk, lehetőség szerint a tiszta tudatba, majd szerintem egy tudatfelettiségi állapotot is el lehet érni, majd amikor elérjük az önvalót, hát ez egy fantasztikus élmény, erre szokták azt mondani, hogy ez a a totális megvilágosodás, amit én 2015-ben értem el, vagyis 8 évvel ezelőtt, és én 8 évet tulajdonképpen folyamatosan nyilatkoztatom ki azt, ami az önvalomban megfogalmazódik, és ami ilyen információkat ugye én tároltam, és amit felfedtem, mert már nagyon hosszú út során, és ugyanakkor arról is beszélni kell, hogy nem biztos, hogy csak a privát önvalomból merítek, hanem szerintem az egyetemes szintű rendszerből is, hát ezt leszoktam ellenőrizni, és most már tényleg azonos időben azokat a dolgokat közvetítem, és adom át, amit igazából ez a magasabb szintű egyetemes rendszer máshova is leközöl. Ez nagyon érdekes, és amilyen ismereteket vagy infokat más lények is vesznek és adnak át, hát főleg olyanok, akik hasonló vállalással érkeztek ide, mint amivel én. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy egy idő után maga az emlékezési folyamat is beindul, persze ehhez el kell érni egy bizonyos frekvenciát, rezgészintet, mert különben ezek a tételek nem fognak tudni láramolni, pontosan azért, amit mondtam, mert nem vagyunk még felkészülve, mert eleve a fizikális rendszer ezt még nem nem bírja el, és tudatosságban sem vagyunk olyan fejlettek. Na most szerintem arról is beszélni kell, hogy most egy ilyen nagyon erős váltás történik a Földön. Mert eddig bizony nagyon alvó, alacsony szintű állapotok fogalmazottak meg, de elindult a bolygó rezgés szintjének emelkedése, ami igazából szerintem azt is magával hozta, hogy egyre többen elkezdtek ébredni, egyre többen ö, élték vagy élhették át ezeket a váltásokat, párfordulásokat, és én azt is látom, hogy azért most már elég sok ember foglalkozik ilyen tételekkel, vagy mondjuk azt, hogy többen, mint Koránban, és gondolom, hogy ők is nagyon sok ilyen apró megvilágosodást, aha élményt élnek át, nagyon sokféle katarzis, de főleg ez akkor igaz, hogyha az ember folyamatosan tanul, elemez, vizsgálódik, kutat és különböző technikákkal működik. Nagyon fontos például még a meditáció, az elmélyülés, hogy nagyon sokat legyünk csendben egyedül, ugyanis ebben a közegben tudnak megszületni ezek a tételek, ilyen közegben tudjuk őket felismerni, átadni, meghallani, megérezni, és utána ugye közvetíteni. Tehát igen, ennek a fajta folyamatnak megvannak a kitételei, a stációi, ugyanakkor az is, hogy milyen közegben tud ez az egész megvalósulni. Tehát én azt gondolom, hogy az emberi fejlődés kapcsán mindenképpen erről kell beszélni, vagyis arról, hogy hiába hat ránk a születési amnézia, hiába felejtünk el nagyon sok mindent, mégis az a dolgunk, vagy pont az a dolgunk hogy nagyon sok mindent kikódoljunk, nagyon sok mindent ö, átfordítsunk, nagyon sok mindenre egy idő után emlékezzünk szépen folyamatosan, és hogy ezeket az emlékképeket, gondolatokat átadjuk, hát ugye főleg a mai Kali Júgában, ami egy elidegenedett korszak, tehát most biztos, hogy nagyon különlegeseknek tűnhetnek, úgymond ezek az előadások és felvételek, mert hát tudjuk nagyon jól, hogy azért az emberek többsége nem ilyen tételekkel foglalkozik, nem az aranykorban élünk még, sajnos ott ezek az előadások nem hangoznának annyira furcsán, mint ma. De én azt gondolom, hogy pont ezért nagyon fontos és csodálatos ez a vállalás, meg nagyon egyedi, mert hogy hát még mindig kevesebben működnek így, viszont, amit mondtam, mivel elindult most már ez az ébredési folyamat, ezért én azt látom, hogy egyre többen csatlakoznak eme körbe, egyre többen ébrednek, egyre többen jönnek arra rá, hogy bizony sok mindent elfelejtettek az eredeti mi voltjukból, és hogy milyen csodálatos ez az út, ami által sok mindenre rájöhetünk, sok mindent kiáshatunk az önvalónkból, és ö, szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy egy idő után valóban minden emlékezhetünk-e, avagy nem, vagy lesznek még, maradnak-e még esetleg homályos foltok, hát ez szerintem attól is függ, hogy ki milyen vállalást írt alá, hogy ki milyen szövetséggel vagy ö, szerződéssel érkezett a földre, mert ha mondjuk nekem az a dolgom, hogy mindent fölterjek, és mindent átadjuk az emberiség számára, akkor nyilván, hogy egy idő után mindent megengednek, úgymond nekem, mármint, hogy mindenre emlékezzek, hogyha én ezeket az emlékeket nem tartom meg, és a világ javára fordítom, és úgy kezelem ezeket a tételeket, mint ha ajándékok lennének, hát mondjuk én úgy kezelem őket, és hogyha más embereket is megajándékozok ezekkel a szellemi kincsekkel, mert szerintem arról kell beszélni, hogy ezek azok, és akkor mindjárt fogom folytatni, ismételten egy tiszta lap által. Szóval szerintem nagyon jó kérdés az, hogy magát ezt a születési vagy testetöltési amnéziát ki, vagy mi az, aki, ami generálja. Ö, hogy igazából ez a rendszer, mint olyan, miért így lett fölépítve, esetleg megteremtve. Hát lehet, hogy most nagyon sokan azt fogják mondani, hogy Isten döntött erről így, Isten építette fel az itteni rendszert, a vanságot, a létezést, és ő döntött arról, hogy bizony az emberkéknek nagyon sok mindent el kell felejteni ők, amikor testet öltenek. És az is nagyon jó kérdés, hogy amikor még nem öltünk testet, amikor még csak szabad lélekként fogalmazódunk meg, hogy akkor maga a lélek, mint olyan, minden emlékszik? Vagy már ott is valamilyen szempontból működik ez a folyamat? Hát ez nagyon jó kérdés, és az is, hogy ki az, aki erre pontosan tud válaszolni. Én azt mondanám, hogy akkor, amikor nincs testanyagforma, akkor a tudatiság biztos, hogy sokkal tisztább. Ami azt jelenti, hogy nyilván, hogy sokkal több minden fogalmazódik meg, és sokkal ö, több mindenre emlékszünk. Akár például a Bardóban, ez is egy jó kérdés, hogy a Bardóban minden emlék visszatér, amikor ugye oda érünk, és a test már nem nyilvánul meg. Igen, jó kérdés. A Bardóban, a lélek mindenre emlékszik. Ott visszatérnek ezek az emlékképek, és hogy a földi itteni létezésből mennyit felejtünk el, mert az is lehet, hogy ez a dolog visszafele is hat. Na, de ezt is mindjárt kifejtem részletesen. Tehát én azt mondom, hogy testetöltés során biztos, hogy nagyon sok mindent elfelejtünk. Üh, viszont itt ugye azt is nézni kell, amit mondtam, hogy ki mennyire fejlett, vagy éppen nem ha én magas tudatisággal érkeztem, akkor én nem felejtettem el annyi mindent, hát mondjuk ez nálam pont így működik. És akkor akár gyerekkoromban is nagyon sok mindent fel tudok, és tudtam vázolni arról, hogy mondjuk én a korábbi testetöltéseimben hogyan nyilvánultam meg, illetve hogy most milyen feladataim vannak, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy én a jövőt is láttam már, például 30 évvel ezelőtt minimum. De az csak a minimum. És nagyon-nagyon sok rajzot, képet, írást készítettem, egyrészt a jövőmről, másrészt a múltról, mármint a korábbi testetöltésekről, és igazából mindenről, hát úgy, hogy a most is. Mert igazából ezek is, ezek a tételek is, ugye, azt a célt szolgálják, hogy felterjem azt, hogy mi van az önvalomban, vagyis, hogy emlékezzek arra, hogy én milyen tételeket örökítettem át. Na, tehát igen. Arról kell beszélni, igen, hogy szerintem valamilyen szempontból ez a születési amnézia mindenkire hat. Persze jó kérdés, hogy ez ki hozta létre. Én nem feltétlenül mondom azt, hogy az Isten. Mondjuk azt, hogy egy olyan rendszer, ami nem akarta azt, hogy minden egyszerre föltáruljon, hogy legyenek meglepetések, és hogy egyáltalán az emberiség, mint olyan, végigmenjen az úton. Ugyanis, hogyha te mindenre tudod a választ, és mindent megtudsz egyszerre, akkor te nem leszel egy kereső, kutató lény, és ha nem vagy kereső, nem fogsz elindulni az úton, magyarán szerintem akkor maga a földi létezés és a testetöltés nem is indul el. Tehát kellettek bizonyos vágyak arra nézve, hogy az ember testet akarjon ölteni, hogy végig akarjon menni a földi létezés során, pontosan azért, mert kereső lények vagyunk vagy voltunk, mert nagyon sok mindenre akartunk választ kapni, mert nagyon sok mindent át akartunk élni, mert akartuk azt tudni, hogy a létezés milyen fizikálisan, hogy itt hogyan lehet nagyon sok mindent, ugye. Megvalósítani és föltárni. Éppen ezért én azt gondolom, hogyha ez a fajta késztetés nem fogalmazódott volna meg, akkor maga a testetöltés sem jön létre. Viszont a testetöltéshez az is kell, vagy főleg az, hogy maga a születési amnézia, mint olyan beinduljon, mert ha nem indul be, és minden nyitva marad, akkor. Tehát mondjuk azt, hogy te megállsz egy pontban, illetve mindenki. Plusz nem bírjuk el ezt a nagyon sok emlékképet egyszerre. Ahogyan mondtam, szerintem tényleg szó szerint megbolondulnánk. Nem tudjuk földolgozni ezeket az élményeket egyszerre, csak fokozatosan. És hogyha minden egyszerre dőlne be, akkor amit mondtam, ezek az aha élmények, vagy apró megvilágosodások sem ö, jönnének létre, főleg nem így. Na most... Én azt gondolom, hogy az emberiség legfontosabb dolga pontosan ez, amit most ide felrajzoltam. Hát egyrészt az átmenetek, a lépcsőfokok, a szintek, hogy különböző szintek valósuljanak meg. Éppen ezért működnie kell ennek az amnéziának, vagy magának a felejtésnek, vagy annak, hogy csak ilyen emléképek vagy foszlányok ugrálnak be. Ezt lehet, hogy már mások is tapasztalták, hogy mindig beúrálnak ilyen emlékképek, ilyen foszlányok, amelyek arra késztethetnek, hogy mi vizsgálódó kutató lények legyünk, hogy nagyon sok mindent föltárjunk, mert pontosan ezért jöttünk ide. Különben nem lenne feladat. Tehát igen, a feladatok fognak így megfogalmazódni. Az életfeladat, a sors, a vállalás, a missziónk. A földi misszió, amit fizikásan kell létrehozni, azért, hogy feltörjük úgymond ezeket a kódokat, és most megint nagyon fontos dolgot mondok, mert igazából szerintem itt arról kell beszélni, hogy minden le van kódolva. A születési amnézia kapcsán arról kell beszélni, hogy különböző kódrendszerek vannak, nyilván nem véletlenül, tehát lehet, hogy ezt így kellene inkább nevezni. Igen, hogy minden le van kódolva. Anyagban minden le van kódolva és egyfajta kódrendszer működik itt. Na most nekünk pont az a dolgunk, az a feladatunk, hogy ezt a kódrendszert, mint olyat megfejtsük lépésről lépésre, mindent úgymond dekódoljunk, lefordítsunk, átadjuk, és utána így haladjunk tovább, már sokkal tudatosabb lényekként. Na, szerintem ez most nagyon érdekes, amit mondok, igen, tehát arról kell beszélni, hogy valószínű, hogy a testetöltés során ez a magasabb szintű rendszer mindent lekódolt, vagy bekódolt bennünk, és az egész fizikai rendszerben, úgy egyáltalán a Földön, és nekünk pont az a dolgunk, hogy mindent lefordítsunk, minden titokra rájöjjünk, mert ettől lesz izgalmas, úgymond, a földi létezés, és nem attól, hogy minden rögtön ránk zúdul, és akkor most tudnék el egy nagyon érdekes hasonlatot mondani, majd mindjárt folytatom. Igen, itt igazából szerintem beszélhetünk úgymond az önmegismerésről is, vagyis mondjuk azt, hogy az önmag megismeréséről is, amit szintén fokozatosan és folyamatosan lehet föltárni. Erre való az út, és mondjuk azt, hogy erre való az idő. És akkor beszéltünk arról, hogy ha egy másik lényt szeretnénk megismerni, azt is csak fokozatosan lehet föltárni, mármint ezt a megismerési folyamatot. Az sem jó, hogyha minden egyszerre zúdul ránk, mert akkor egyrészt nem lesz izgalom, nem lesznek titkok, nem lesz meg maga a bejárt út, és az ember nem válik vizsgálódó, kutató lényé. Én tudom azt az elmúlt 20-30 éves, tanulmányutam által, hogy a kutatás, a vizsgálódás, az elemzés milyen erősen nyit a koronacsakrán, meg úgy általában mindenen, hogy rezgés szintet emel, hogy tudatosságban az ember milyen erősen fejlődik, és hogy ezáltal mennyire közel lehet kerülni, hát az önvalóhoz, a magasabb szintű rendszerekhez, vagy akár az isteni mintához. Ha nincs meg ez a folyamat, akkor szerintem értelmetlen az itteni létezés. És akkor mondjuk azt, hogy maga az anyagi rendszer sokkal szilárdabb marad. És akkor egy ember, egy lény csak a testi tudatiságból, vagy tudatalatti mintából fog működni, nem fog elindulni az úton, nem fogja saját magát úgymond felfejleszteni, tehát mondjuk azt, hogy megmarad ez a szilárdság, ez a keménység, maga a zártság, nem alakul ki a nyitottság, ami által be tud áramolni ez a rengeteg energia, ami információt tárol, és ami szerintem eme magasabb szintű szellemi mintából nevezzük önvalónak, Istennek, bárminek áramlik. Amikor ezek az energiák áramolnak a legnagyobb boldogság. Tehát ez olyan katarzist okoz, olyan örömöt, amit nem nagyon lehet semmihez hasonlítani. Na most, hogyha megtörténik a pálfordulás, onnantól kezdve ezek az energiák fokozatosan, folyamatosan és automatikusan áramolnak, azt is mondhatnám, hogy dőlnek. Én így élek. Hát most jó kérdés, hogy most már hányadi éve? Nagyon régóta. Mert én is ugye végigmentem egy ilyen úton, ami által ezek a tételek elkezdtek ugye áramolni. Hát én annyi katarzist, annyi aha élményt, annyi pálfordulást, annyi szatorít éltem át, amit nem tudok felsorolni. Ezer milliárdnyit, tényleg nagyon-nagyon sokat, és elképesztő, hogy ezek hova emeltek hogy mennyire megerősítettek, hogy mennyire önazonossá váltam ezektől a tételektől és élményektől. Tehát nagyon fontos most, amit mondok, hogyha nem hatna a születési amnézia, nem lennének élmények, nem lenne megéltség. Eképpen. Na most tudom azt, hogy ez mennyire fontos. Tudom azt, hogy mennyire fontos az, hogy ilyen élmények, szülessenek. Mert a lelket, mint olyat, nagyon megerősítik, és nagyon gazdaggá teszik. Tehát arról kell beszélni, hogy én milliárdos vagyok. Ilyen tekintetben, mert az én önvalomban egyrészt hát nagyon sok minden található, mint ezt megtudtuk ugye a korábbi előadások és cikkek által például, Másrészt pedig arra fogunk rájönni, hogy ez az egyetemes rendszer is egy nagyon gazdag tárház, és fantasztikus az, amikor mondjuk te megkapod ezeket a gondolatokat, vagy ezeket a tételeket, amelyek pontosan emel nagyon gazdag tárházban működnek. Fantasztikus megérezni például Isten gondolatait, érzéseit, tételeit, hogy Ő hogyan gondolkodik a világról, hogy Ő mit akar itt látni. Fantasztikus ilyen közvetítővé válni, vagy mondjuk azt, hogy az ő képviselőjévé. Szerintem ez egy nagyon szép szó, hogy képviselő. Igen, hogy ki milyen képet visel a szívében, a lelkében, hogy ez a kép miről szól. Hát én azt gondolom, hogy az én misszióm által most már ezt lehet látni, valamennyire azért most már ez körvonalazódik szerintem. Na most igen, hát arra kell beszélni, hogy itt bizony nagyon sokféle kép van. Nagyon sokféle kép tárolódik, úgymond az önvalóban, amelyekből lehet, hogy nagyon sok mindent elfelejtünk, de lehet, hogy sok mindent nem. Ahogyan például én sem. Tehát én is nagyon sok mindenre emlékeztem már gyerekkoromban, és ezeket a képeket le is rajzoltam, megjelentettem. a jövőmmel kapcsolatban is, nem csak a múlttal, mivel nekem kellett egy nagyon-nagyon fontos terv, hogy ezt a missziót, jót végig tudjam vinni, ami nagyon nem volt könnyű. De, tehát akik egy ilyen vállalással érkeztek, számunkra mindenképpen szükség van úgymond egy ilyen forgatókönyvre, ami igazából az életünk, vagy a mostani vállalásunk forgatókönyve lesz. Hát én mondjuk tanultam igazi filmes forgatókönyvírást is, és hát én magam is nagyon sok forgatókönyvet írtam a tévés munkáim során, de arról kell beszélni, hogy létrehoztam egy olyan forgatókönyvet is, már fiatal koromban, vagy gyerek Koromban, ami pontosan ugyanazt a fajta mintát képzi, amit én most ugye végzek, és amit bejártam az elmúlt 20-30, vagy most már majdnem, vagy hát igen, mondhatjuk azt, hogy 40 éves, több mint 40 éves pályafutás során, vagy amióta ugye ebben a testben megfogalmazódok, és nyilván, hogy még vannak olyan tételek, amelyek nem láttak napvilágot, magyarán ezeket a helyzeteket még nem éltem át fizikálisan, de ott vannak megfogalmazódnak a jövőnek nevezett energetikai térben, vagy mondjuk azt, hogy az aurámban, önvalomban, és hát ezek is létre fognak jönni, idővel. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos az idő. Mondjuk azt, hogy a születési amnézia kapcsán is nagyon fontos beszélni az időről, ugyanis én azt gondolom, hogy az idő az, ami mindent eloszt, vagy az idő is, de ugyanakkor a tér is. Bár ugye mi azt tanultuk, hogy a tér és az idő az ugyanaz a sík, és hát én is ezt tapasztalom. Na most nyilván, hogy nem véletlenül fogalmazódik meg eme kétféle aspektus a Földön, fizikumban. Pontosan azért van, amit mondtam, mert az emlékezés során folyamán bizony szükségünk van a térre és az időre, azért, hogy ezek az emlékek ne egyszerre zuduljanak ránk, hanem szépen fokozatosan, és mindent lépésről lépésre hívjunk le, és mindennel így szembesüljünk, mindennek értsük az okát, és mindent fel tudjunk dolgozni, mindent meg tudjunk vizsgálni, majd egy idő után szépen össze tudjuk tenni az összképet, mert nagyon-nagyon sok, hát mondjuk azt, hogy szatori által, vagy katarzisok által, igen, ezt kell mondani, hogy igazából szerintem ez az út folyamat így épül föl. Hát, csodálatos ez a tétel, nagyon jó ilyen dolgokról beszélni, mert közben én is nagyon sok mindenre jövök rá, és szerintem még jobban nyílik a koronacsakra, remélem, hogy másoknak is. Remélem, hogy segítem az emlékezést, a fölébredést, és azt, hogy mindenki minél közelebb kerüljön az önvalójához, a felettes énnyéhez, mert ez fog igazi boldogságot okozni. Nem mellesleg, amit mondtam, így sokkal tudatosabbak leszünk, sokkal több minden fog föltárulni, nem vakon és nem elaltatva botorkálunk a földi létezés során, hanem megigazulva, fölvértezve, pontosan látva és értve a jövőt, azt, hogy nekünk mifelé kell elindulni, mit kell itt teljesíteni, milyen feladatok várnak még ránk, és hogy ezeket hogyan lehet nagyon szépen kivitelezni fizikális változatban is, nem csak szellemiségben, nem csupán elképzelésben. Szóval én azt gondolom, hogy ez a fajta születési amnézia, mint jelenség, egyfajta védelmi rendszerként is szolgál. Tehát valamilyen szempontból mi ezzel védve vagyunk. De az is lehet, hogy mi zártunk le nagyon sok mindent, és mi magunk nem engedjük meg azt, hogy az önvalóból minden egyszerre zúduljon ránk vagy le, az alacsonyabb rendű minőségünk felé, mert ahogyan mondtam, a test, a fizikum, mint olyan, ezt egyszerre nem is bírná el. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy kialakulhat egyfajta lezárás. Tehát itt van az én testem például, és akkor mondjuk azt, hogy ez az alacsonyabb rendű minőség, mert ugye ez 3D-ben fogalmazódik meg, alacsony rezgésszinten, vagy alacsonyabb szinten. Az önvaló nyilván egy sokkal magasabb minőség, magasabb rezgésszinten működik. Na most, ahogyan mondtam, sok esetben ezt a fajta kapcsolatot veszítjük el, vagy ez az, ami úgy elhalványul, és ezt kell visszaépíteni egy ilyen út által. Jó, tehát fokozatosan, lépésről lépésre. Ami lehet több évtizedes út, hát akkor jó, hogyha annyi. Akkor jó, hogyha legalább 10-20-30-40 évig járjuk ezt az utat minimum, mert ennyi időre egyébként a földi létezés kapcsán szükség van az anyag miatt. Az anyag szerkezete miatt? Azért, mert anyagban, fizikumban vagyunk, és az anyagnak kell tulajdonképpen ennyi idő, hogy átalakuljon, vagy hogy ennyi mindent be tudjon fogadni. Hát igen, mert arról kell beszélni, hogy ahhoz, hogy én nagyon sok mindent befogadjak, ahhoz idő kell. Hát saját magam számára, hogy sok mindent megemészek, hogy az anyag elbírja. Ezt a dózist, mondjuk azt, hogy ezt a rengeteg energiát, mert itt energiáról kell beszélni, tehát arról kell beszélni, hogy az önvalóból, a fertes énből energia fog leáramolni, amiben információ van, emlék van. Na de hát ilyen nagy mennyiségű energetikai töbletet vagy mintázatot, ami nagyon magas szinten rezeg mozog, azt a test egyszerűen nem bírja el. Magát a nyitást. Hát így nem lehet. Mert ahogyan mondtam, egyrészt megbolondulnánk, másrészt pedig lehet, hogy meg is halnánk. Magyarán a test, mint olyan, az meg sem is ülne. Ez a rendszer ledobná a testet, a fizikumot, az anyagot, mert besokkolna. Na hát pont ezt kell elkerülni. Úgy mond ezt a sok hatást. Annak idején nekem is olyan sok minden nem mondtak meg egyszerre, nem válaszoltak még régebben a kérdéseimre, amikor még kezdő voltam, már akkor is elég komoly kérdéseket tettem fel. Azt mondták, hogy nem mondhatják meg, mert sokkot kapok. Hiába akartam mindent megtudni már fiatalabb koromban. Nem lehetett, nem lehetett. Tehát ö, érezték azt, hogy nem mondhatják el ezeket a helyzeteket, mert ö, mert nem bírnám ki. Tehát tényleg valószínűleg sokkot kaptam volna. És az nagyon sok dologgal jár. Na most el kellett indulni az úton, és saját magamnak kellett föltárni ezeket a válaszokat. Saját magamnak kellett kialakítani. Saját magamat kellett úgymond arra késztetni, hogy nagyon sokat vizsgáljak, kutassak hogy mondjuk 20 éve, 25 éve, 30 éve így éljek. Hát így élek kb. Minimum. És én tényleg minden nap ások. Igen. Az ásás. Hát most mondjuk azt, hogyha te találsz egy területet, és tudod azt, hogy ott mélyen, alul van valami kincs, akkor te sem fogod tudni rögtön elérni ezt a szintet. Hát itt ilyen alsóbb szintekről kell beszélni, mert oké, okay, elkezdesz ásni, ásol, 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 ásol. Hát igen, jó sok ideig. Aztán egyszer csak eléred. De hát ki tudja, hogy mennyi idő után, nem rögtön, nyilván. Na, most, amiről beszélek, ez is ilyen. Tehát sokkot kapna maga az anyaga a fizikum, az emberi mi volt, mint olyan, és ezért nekem kellett szépen fokozatosan kiásnom mindent az önvalómon keresztül, ez így sokkal jobb, fantasztikusabb, lehet, hogy sokkal időigényesebb, mert, mert mondjuk nem pillanatok alatt kaptam meg a válaszokat a kérdéseimre, vagy mondjuk nem egy ilyen néhány hetes vagy hónapos kurzus által, hanem mondjuk tíz év, 20 év által, de ez egy teljesen másfajta megtapasztalás, ebben van öröm. Amikor készen kapsz bizonyos dolgokat abban nincs öröm. Nincs katarzis, nincs megéltség, nincs egyfajta szerelem. Nem alakul ki maga a szerelem, nem alakul ki a megismerési folyamat, nem alakul ki az izgalom, a vágy az, hogy te vágyjál arra nézve, hogy minden nap föltárj valamit önmagadból. Hogy rájöjj arra, hogy benned mennyiféle kincs van, hogy milyen csodálatos az önvalód, hogy mennyire gazdag vagy, hogy mennyire tudatos, hogy mennyire psz, nagy tudással bírsz. Erre rájönni élvezet. Ez a legnagyobb élvezet plusz. Ugye, hát azt is tudjuk, hogy én is nagyon sok mindent föltártam eme nagyon hosszú kamino által, és például megismertem az iker és a rokon lelkeimet, fölismertem őket. Na most például horvát teri lényére, lelkére úgymond rájönni, vagy őt fölismerni, az egyik legnagyobb katarzis. Hát olyan szerelem, olyan élvezet, amit nem tudok elmondani. Olyan magas szintre emel, olyan élményeim vannak általa, egyáltalán eme jelenség által, ami hát túlmutat minden egyes ilyen földi, fizikális szerelem, vagy ö, egyesülési állapotton túl. Tehát, hogy ezen túlmutat. Az egységesítés, az egyesülés, az önvalóddal való egyesülés fog hatalmas katarzist okozni ami által annyi mindent tudsz lehívni, ami által annyi mindenre jössz rá, hogy az valami egészen elképesztő, és ilyenkor nyilván, hogy úgymond ezen az amnézián is lágyítunk, vagy nagyon sok mindent törlünk, mármint abból, amit felejtettünk, vagy egyáltalán a felejtési folyamatból. Egyre több minden világosodik ki, egyre több minden válik kontúrossá, az érzéseid is, a megérzéseid. Egyre tudatosabban tudsz teremteni, egyre keményebb élményeid lesznek, olyan megnyilvánulások, amelyek hát értelmet adnak mondjuk az, hogy az itteni földi változatnak. Ahogy én mondtam, én nagyon-nagyon sok mindenre jöttem rá, és uh, saját tapasztalatok által, nem úgy, hogy a számba nem úgy, hogy megtanultam különböző könyvekből, vagy hogy másoltam, nem. Én mindent, minden, tényleg minden egyes tételt, minden szót, minden betűt, mondatot az önvalomból ástam ki. Egy nagyon hosszú út során az önvaló kamino által folyamatosan, fokozatosan örülök neki, örülök annak, hogy maga ez az út megvan, hogy nem készen kaptam hát semmit, hogy nem válaszoltak a kérdéseimre, válaszoltam én. Például 953. alkalommal, de ha a cikkeket is ideveszük, akkor több ezredik alkalommal. Szóval ez egy olyan út, ami szerintem megismételhetetlen, és azt gondolom, hogy ezt az utat csak a mai korszakban lehetett létrehozni, vagy legalábbis én most tudtam. Lehet, hogy nem tudtam volna ezt az utat bejárni mondjuk a 20 években például. Vagy nem tudnám bejárni száz év múlva csak a mostani kali jugában, ami egy nagyon kemény időszak. De minket is azzá tesz. És kutató lényé fogsz válni, és keresni fogsz pontosan a súlyzók, a nehezékek által. Mert nem találod a válaszokat a kérdéseidre. Ha nem találod, akkor kezd el magadban keresni. És rengeteget elemez. Én ezer előadást tanulmányoztam át néhány év alatt, ezer előadást. Annyi örömkönyv szakadt föl, annyi szatori volt, és rájöttem arra, hogy Úristen, hát ezek a gondolatiságok, információk bennem is ugyanúgy megfogalmazódnak, ezeket én is tudom. Pedig nagyon komoly előadóktól, úgymond, tanultam, vagy nagyon komoly előadókkal ismerkedtem meg, hát a legnagyobb nevekkel. És arra jöttem rá, hogy hát. Ez, ez, ez bennem is ott van, ezt én is tudom tudok válaszolni a kérdésekre, fel tudom tárni azt, hogy mi van az én felettes énemben, az egyetemes mintában, és ezeket le is tudom hívni, el tudom mondani, és felépítettem egy önálló magazint, amit megtöltöttem tartalommal, és ezer milliónyi tételt vázoltam föl, mert ennyi minden lehet egy emberben. Hát nem a testemben, hanem az önvalóban, ami egy magasabb szintű szellemi rendszer és tudtam lányítani, úgymond ezen az amnéziás állapoton vagy sokkon, ami mindenkire hat, mert felemeltem a rezgésszinteket, mert nagyon sokat oldottam, különböző blokkokat, és így az energiák nagyon szépen át tudtak áramolni rajtam keresztül. Nagyon sok mindent meg tudtam oldani, persze még nagyon sok feladat van, de már haladtunk, haladtam, Nyilván ezért működik a földi út, a földi vállalás, az itteni fizikális rendszer, hogy ezeken az állapotokon végig tudjunk menni, meg tudjunk igazulni, és hogy egy idő után sok mindenre tudjunk emlékezni. Jó kérdés, hogy mindenre lehet-e? Hát, kutassunk tovább egy pici szünet után. Egyébként szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy az ember, mint olyan, mire emlékezhet és mire nem. Mert azért az sem igaz, hogy mindent elfelejtünk. Vannak dolgok, amelyekre igenis emlékezhetünk, vagy hát azt is mondhatnám, hogy, hogy ezekre valószínű, hogy kell is emlékezni. Ugyanis hát én is több testetöltésemre emlékeztem és emlékezem, és a mondtam, a jövőmmel kapcsolatban is nagyon sok mindent fel tudtam tárni, de nyilván nem minden. Tehát akkor még egyszer kérdezzük meg azt, hogy mi az, amire feltétlenül emlékezni kell, és mi az, amire nem. Hogy ezt vajon kihatározza meg? Hát, ahogyan mondtam, lehet, hogy ezt a mi felettes énünk határozza meg, és vannak dolgok, amelyeket lezárunk, vannak olyan területek és szegmensek, és olyanok is, amelyeket nem. Nyilván, hogy... Ö, például én is olyan dolgokra emlékezhettem, vagy olyan dolgokat engedtem meg saját magamnak, amelyekre szükségem volt és van a mostani pályafutásom kapcsán. Vagy például ott vannak a különböző rokonlelkek, emberkék, akikkel már lehet, hogy a korábbi életeinkben is együtt éltünk, Hát róluk is voltak, vannak különböző emlékképeim, főleg azokról, akik most is megnyilvánultak. Tehát rájuk mindenképpen emlékeznem kellett, vagy mondjuk azt, hogy ezt megengedtem önmagam számára, azért, hogy a mostani felismerés is szerintem könnyebben és hatékonyabban működjön, plusz azért, mert velük van feladatom. Tehát amivel, vagy akivel van feladatunk, arra bizonyos jelenségre és emberkére emlékezni fogunk, mert kell is. Hát, ahogyan mondtam, maradnak különböző emlékképek, amelyek nem törlődnek, nyilván szándékosan nem, azért, mert ezek szerintem mankóként szolgálnak, magyarán segíteni fogják az itteni utat és vállalást. De igazából szerintem az a jó, hogyha erre az útra tudatosak vagyunk, mert akkor nem megyünk tévutakra, akkor nem fogunk mást csinálni, mint ami a feladatunk, és akkor nagyon szépen lépésről lépésre végig tudjuk vinni az itteni vállalást, kaminót. Tehát szerintem elengedhetetlen az, hogy maradjanak olyan képek, amelyek élesek, amelyek nem törlődnek, amelyek diktálnak. Persze az is nagyon jó kérdés, hogy ki mennyire élesen emlékszik ezekre a képekre. Egyébként van egy olyan javaslatom, hogyha egy-egy ilyen emlékép úgymond előugrik, akkor ezt érdemes vagy lerajzolni, vagy leírni, tehát valahogyan rögzíteni, fixálni, jó? Mert az is lehet, hogy ezekre a képekre, gondolatokra majd csak később lesz szükség. Ö, például én 30 évvel ezelőtt, pont 30 évvel ezelőtt lerajzoltam olyan képeket, és leírtam olyan helyzeteket, amelyeket most élek át. És most, 30 évvel később elővettem úgymond ezeket a rajzokat, történeteket, és leegyeztettem a mostani életemmel, és minden stimmel, minden egyenlőtt. Tehát segítenek mankók. Vezetnek. Vezetnek visznek tovább az úton. Tehát igazából azt kell mondani, hogy szerintem ezekre a képekre pont azért van szükség, hogy tovább vigyenek az úton, hogy legyenek viszonyítási alapok. Igen, alapok. Igen, igen, igen. Arról kell beszélni, hogy ezek a képek, emlékképek alapként szolgálnak. Na most szükségünk van ilyen alapokra, ilyen emlékképekre. Egyáltalán képekre. Ha nincs kép, nincs földi út, nincs fizikális megtapasztalás. A képek által létezünk, vagy éppen nem. Sőt, vannak olyan képek, amelyek esetleg törlődtek, vagy egyáltalán nem jelentek meg. Ott az emberben bizony hiány lesz. Nagyon erős hiány, és akkor sokkal úgymond csonkább lesz ez a vállalás, és saját magunkat is így érezhetjük, és ezeket a képeket valahogy valamilyen szinten biztos, hogy pótolni akarjuk fizikálisan. Ez nagyon érdekes most, amit mondok, ez egy fantasztikus tétel. Azért fantasztikus, mert igen én arra jöttem rá, hogy minden ezekből a képekből tevődik össze. Az egész életünk, a sorsunk, a vállalásunk nem csak ez, a korábbiak is, és az is, ami még csak ezután jön. Az egész földi rendszer így épül föl, a nagy egyetemesség minden. Ha nincs kép, hiány lesz. Vagy ha ezeket a képeket átkódolják, esetleg negatív energiákat ültetnek ezekbe a momentumokba, akkor minden fölborul, rendezetlenség lesz. A mi dolgunk a rendrakás, a rendezés, hogy ezeket a képeket egységesítsük, hogy szépen elosszuk. Mint a kirakós játék. Hát annak idején nagyon sok ilyen kirakós játékkal játszottam én is, és ott is ugye először rendezetlenség volt, és az volt a lényeg, hogy egy egységes minta alakuljon ki. Na ez a lényeg. Az ember szerintem ezért fogalmazódik meg a Földön, hogy egy egységes minta alakuljon ki. Nem csak az egyéni életünkben, hanem szerintem globálisan is. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor azt gondolom, hogy nyert ügyünk van. Akkor egy nagyon-nagyon fontos vállalást teljesítettünk. Persze arról kell beszélni, hogy először a saját életünkben kell rendet tenni, nyilván, és mindent nagyon szépen el kell osztani, mindennek érteni kell az okát, fel kell fedni a rokollákeket, azokat, akik segíthetnek az út során, és mi is őket, és akik által szintén Kialakulhat ez az egységes minta, mert így jön létre az, amit annak nevezünk, hogy élet, legalábbis a fizikális változata, és így tudunk nagyon sok mindent kikoldolni, vagy mondjuk azt, hogy nagyon sok mindenre emlékezni, ami boldogságot és katarzist fog okozni, nagyon nagy örömöt, és a megvilágosodási folyamatot is elősegíti. Mivel, amit mondtam, nagyon fontos, hogy ezen az úton végigmenjünk, hogy a magvilágosodás, mint olyan megtörténjen, ami egyenlő azzal, hogy elérem az önvalót, vagyis újra kapcsolatba kerülök a felettes énnel, hogy már nem botorkálok, hanem mindenre tudatos vagyok. És ha nem is mindenre emlékezhetünk százszerzékosan, de, de, de szerintem egy idő után nagyon sok mindenre, mert ugye mondtam, nagyon sok minden fog áramolni, és ezáltal fel tudjuk építeni az itteni vállalást. És fogjuk tudni azt, hogy miért érkeztünk vissza a földre, hogy miért töltöttünk testet. Egyébként szerintem nem. Tehát azt kell mondani, hogy ezek az emlékképek, vagy egyáltalán az, hogy az ember mint olyan Emlékezhet sok mindenre, az szerintem nem más, mint ajándék. És lehet, hogy ilyen ajándékokat kellene egymásnak adni. Segíteni kellene a többi embert is az emlékezésben. Mert ha te sok mindenre rájössz, ahogyan mondtam, boldog leszel. És kiegyensúlyozott, ami szerintem egy hatalmas ajándék, nem? Hát én ezt segítem elő, ezt a fajta emlékezési folyamatot, vagy mondjuk azt, hogy felébredési folyamatot, vagy azt, hogy kitisztuljon úgymond a kép, hogy ne legyenek ilyen homályos ügyek, hogy ne botorkáljunk, hogy ne tapogatozzunk, hanem konkrétan tudjuk azt, hogy itt mi van, konkrétan tudjuk azt, hogy milyen a vállalásunk, hogy mi miért fogalmazottunk meg, és hogy mi a szerepünk a jelenkorban. Mert ugye ez sem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy milyen szerepet vállaltunk, hogy a mai kali mit kell teljesíteni, ugyanakkor szerintem az sem mindegy, hogy a korábbi testetöltésekben mit csináltunk, hogy mit teljesítettünk, vagy mit nem, hogy milyen feladataink voltak, hogy milyen testekben fogalmazottunk meg, hogy, hogy kik voltunk, vagy hogy egyáltalán kik vagyunk tulajdonképpen. Na, én ezt föl tudom tárni. Hát arról kell beszélni, hogy... Ahhoz, hogy egy ilyen alapszintet valaki elérjen, egyrészt, ahogy mondtam, végig kell menni egy hosszú úton, másrészt pedig én ezt fel tudom vázolni kb. egy olyan 10 oldalas, minimum 10 oldalas önvaló füzet elkészítése által. Hát már elég sokan rendeltek ilyen füzeteket, vagy önvaló feltárásokat. Hát arról kell beszélni, hogy én már több száz ilyen elemzést végeztem, tehát van rutinom, <laughs> igen, és egy olyan jó 10-15 éve most már foglalkozom ezekkel az elemzésekkel. Írtam is egy elkönyvet egyébként ezekről a tapasztalatokról, és arról, hogy hogyan kell ezeket az elemzéseket végezni ez egy fantasztikus terület, nagyon érdekes az, amikor egy lelket elemzel tulajdonképpen, egy olyan szegmens, ami lehet, hogy láthatatlan, bár én mondjuk elég jól érzékelem, és hogy egy ilyen láthatatlan szegmensből, magából az energetikai rendszerből te le tudsz fordítani annyi mindent, hogy mondjuk tíz oldalt teleírj valakiről. <laughs> Hát én már itt tartok, de valakinek már összeállítottam 20-25 oldalas elemzéseket is, hát ez mindig attól függ, hogy ki mennyi mindent tárol az önvalójában, hogy mennyire nyitott, hogy mennyire enged betekintést, és hogy ki mennyi mindent hívott már le, avagy nem. Igazából én azt gondolom, hogy ezt a személyes életünk kapcsán is meg kell kérdezni. Meg kell kérdezni azt, hogy mi mennyi mindent engedünk meg saját magunk számára, mennyi minden áramoljon le, ugyanis hát arról kell beszélni, amit mondtam, hogy nem minden képet tudunk föltárni, nem mindenre leszünk tudatosak, és nagyon sok minden saját magunk előtt zárunk el. Pontosan azért, hogy elinduljunk az úton, hogy nagyon sokat kutassunk, hogy rájöjjünk ezekre a titkokra, hogy nagyon sok katarzis élményünk legyen, hogy ezeket a szatorikat átéljük, és hogy ezek a folyamatok rezgésszintet szintet emeljenek, visszasegítsenek egy olyan fajta mintába, amit nevezhetünk abszolútumnak, önvalónak, feletesének, isteni mi voltnak, egyetemességnek. Ugyanis nekünk ide kell visszatérni, mert innen ö, estünk ki. Innen csökkentek le a szintek. Éppen ezért, hát mondjuk azt, hogy ez a felettes én, ami otthonunk, és én azt gondolom, hogy minden ide, ide igyekszik vissza. Itt tudjuk átélni az egységes mintát, az egységes mint a képet, a megigazulást, és ez a fajta egyesülés nagyon komoly hatásokat fog eredményezni. Igazából megmondom őszintén, hogy a fizikális itt létre is, a körülményeinkre, arra, hogy én hogyan működöm, hogyan viselkedek, miről gondolkodom, vagy éppen miről nem, hogy miből vonom ki magam, mit teszek le, mit nem teszek le, hogy milyen beállítottsággal, attitűddel, hitrendszerrel élek. Tehát itt ugye nekünk képviselni kell egyfajta hitrendszert. Nem mindegy, hogy ez milyen, nem mindegy, hogy mit tartalmaz, hogy milyen energiákkal bírok, hogy mit adok át, hogy mit képviselek, hogy eme hitrendszer által segítem -e a többieket, avagy nem, hogy rájövök-e arra, hogy én egy tevőleges lény vagyok a Földön, nem pedig egy önkiszolgáló személyzet. Tehát nagyon-nagyon sok mindenről kell beszélni. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy végigmegyünk ezen az úton, és sok mindenre elkezdünk emlékezni, és önazonossá válunk, nagyon sok más embernek is tudunk segíteni. Mert hát, ha nem vagyok önazonos, zárt vagyok, és a születési amnéziában maradok, akkor nem leszek egy szolgálattevő lény, nem jövök arra rá, hogy az én fizikumom lényem miért fogalmazódott meg. Nem leszek nyitott, nem leszek segítőkész, nem leszek empatikus, humánus. Nem értem meg azt, hogy a világ létezése miért úgy épül föl, ahogyan. Semmire nem kapok választ, és éppen ezért szerintem Hát lehet, hogy frusztrált leszek, nem tudom. De nekem ez a tapasztalatom. És hogyha valaki frusztrált, akkor hát azt jobb békén hagyni. Tehát ezért mondtam azt, hogy szükség van ezekre az örömkönnyekre, a boldogságra, a felszabadulásra, hogy te egy felszabadult állapotban legyél. Mert én azt vettem észre, hogy aki felszabadult, teljes, a sokkal barátságosabb, sokkal önzetlenebb, humánusabb, és szolgálattevőbb ember. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok mindenről kell beszélni. Igen, igen. És arról is beszélni kell, hogy nagyon nem mindegy az, hogy, hogy te kiket fedezel föl. Hogy te felismered a rokon Felismered az igazi másik feledet? Mert ha nem, az szintén egy nagyon erős ilyen zárt állapotot fog eredményezni. Nagyon frusztrált leszel, és mindig csak bolyongani fogsz, de ha te már tudatos vagy ezekre a kapcsolatokra, tudatos vagy a rokonlelkekre, arra, hogy kivel milyen szereped van, milyen feladatod van, hogy ezt hogyan tudjátok egységesen kialakítani, az nagyon-nagyon nagy boldogságot fog okozni egyrészt, másrészt pedig még kontúrosabbá teszi ezt a vállalást. Hát úgy, ahogyan például nekem terét, de nem csak ő, hanem azok is, akikkel ugye már konzultáltam, akikkel találkoztam, akiket fölfedeztem, és akik az én rokon, illetve ikerlelkeim. Mert ők nagyon-nagyon erősen ö, azt segítették elő, hogy sokkal önazonosabb legyek, és hogy ezt a vállalást végig vigyem, hogy ennyire szilárd legyek, állhatatos, és ö, ennyire szorgalmas. Hogy ennyi mindent létrehozzak. Tehát ezekre a plusz energiákra mindenképpen szükség van, mert hogy tőlük is nagyon sok energia fog érkezni, minden össze fog adódni, és ezek az energiák is segítik a fölébredést, hogy maga ez a születési amnézia, vagy egyáltalán ez az amnéziás állapot, mint olyan, valamennyire ö, felhiguljon, vagy ne legyen már annyira erős. És ha már nem annyira erős, akkor, akkor, az ember sokkal szabadabban tud működni, akkor szárnyalni tudsz, akkor nagyon sok mindent észreveszel a világból, nem leszel manipulálható, nem leszel befolyásolható, akkor már nem tudnak becsapni, átlátsz a legsűrűbb szitán, és ez olyan nagyon nagy örömöt fog és gazdagságot okozni, ami által szerintem az ember totálisan meg tud változni, és a helyére kerül. A helyünkre kerülünk, elérjük az önvalót, ami szerintem az egyik legcsodálatosabb dolog, és onnantól kezdve már egy teljesen másfajta út fog megfogalmazódni. Egy sokkal igazabb út. Igen, arról kell beszélni, hogy így az ember is sokkal igazabb lesz, önazonosabb, szabadabb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb, gazdagabb, nyitottabb, színesebb, és nem is tudom még milyen jelzőt találjak ki. Mondjuk azt, hogy hazaérkezünk, így érünk haza. Szerintem, hát nekem ez a tapasztalatom. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem biztos, hogy olyan nagy baj, hogy ez, a, ez az állapot működik. Mert legalább van feladat. Van mit feltörni, van mit kikódolni. Ha mindenki lenne már kódolva, és semmit nem kellene feltárni, és semmin nem kellene gondolkodni, hát szerintem nagyon unalmas lenne a létezés. Így nem az. Persze, hogy mondtam, nagyon jó kérdés, hogy ezt a fajta amnéziás állapotot ki az, aki ránk méri. Az is lehet, amit mondtam, hogy. Hogy, hogy mi saját magunk számára. Nagyon sok mindent elfedünk, pontosan azért, hogy legyenek meglepetések az út során, és ne egyszerre kapjuk meg azt a nagyon sok ajándékot, hanem lépésről lépésre, mert szerintem így sokkal szebb lesz a létezés. Én sem mindent engedtem meg saját magam számára. Nagyon sok mindent úgymond lezártam egyrészt, másrészt pedig nagyon sok mindent másképpen festettem le, pontosan azért, hogy idő előtt ne jöjjek rá az igazságra. Vagy hogy esetleg saját magamat ne elvezessen félre, mert tudtam azt, hogy ha még alacsonyabb tudatszinten leszek, akkor bizony lehet, hogy saját magamat fogom becsapni, és az nem jó. Vagy tévutakra megyek. Tehát igen, én azt mondom, hogy a felettesén az önvaló az, ami dönt, ami vagy lezár, vagy enged, vagy tilt, vagy támogat, ugye? <laughs> igen, tehát, hogy, hogy nagyon sok minden saját magunk előrejtünk rejtünk el, és csak későbbre tesszük ezeket a dolgokat, mert tudjuk azt, hogy az akkori állapotunkban még ezeket úgy sem értenénk, de majd mondjuk tíz év múlva igen. És nem mindegy az sem, hogy mikor kit vonzunk be. Például én horváteri lelkét nem vonzhattam be 20 évvel ezelőtt, mert akkor még nem voltam egy ilyen állapotban. De már 30 évvel ezelőtt lerajzoltam, de erre nem voltam tudatos, illetve akkor még nem tudtam, hogy őt rajzolom le. Mert még nem voltam olyan szinten, hogy felismerjem. Remélem, hogy ezt így lehet érteni. Tehát, amit mondtam, mindent beosztunk. Nagyon fontos most, amit mondok. Mindent be kell osztani. A felismerést. Mert a felismerésnek különböző pontjai vannak, különböző kitételei. És a felismerés az egy folyamat, nagyon hosszú folyamat, de ez jó. Régen nem így gondoltam 20 évvel ezelőtt, mert egyrészt nagyon türelmetlen voltam, másrészt mindent rögtön akartam tudni, másrészt pedig, vagy harmadrészt pedig, hát úgy voltam vele, hogy ide nekem mindent, én már tartok egy ilyen szinten, én ezt már elbírom, én akkor is tudni akarom, és kész, pont. Nem akarok végigmenni ezeken a folyamatokon, mert az rengeteg idő, de most már nem így látom. Azért, hát egyrészt azért, mert tapasztalatból beszélek, tudom, hogy nagyon jót tett ez az út, tudom, hogy jót tett az, hogy mindent lépésről lépésre tártam föl, és én azt gondolom, hogy most kellett ide elérni, mert a tudatossági szint, a rezgés szint is most tart egy olyan állapotban, hogy az ember igazából már sokkal több mindent fel tudjon dolgozni, alacsonyabb frekvencián mindezt nem bírtam volna el, de hát igazából mások sem. Tehát ez mindenkire igaz. Csak ahogy mondtam, az a különbség, hogy, hogy a testetöltés szerintem mindenkinél másképpen működik. Mindenki más-más rezgés szinteken ölthetett testet. Hát a mesteri lények nyilván magasabb szinten. Akik alacsonyabb tudatállapotban fogalmazódnak, meg ők meg alacsonyabb rezgés, sekkel jöttek ide, és ők még ennyi mindenre se fognak emlékezni. Hát nyilván vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem emlékeznek egyetlen egy testet töltésükre, a jövőjükre sem de még a jelenükre sem. Arra sem, azt sem, tudják megmondani, hogy holnap mi lesz, vagy egy óra múlva, semmire nem tudatosak, nem tudják azt, hogy mi miért történik az életükben, nem tudják azt, hogy mindent ők alakítottak ki, nincs kapcsolatuk az önvalóval, semmit nem tudnak lehívni, nem tudnak tudatosan teremteni, nem tudják magukat meggyógyítani, nem meditálnak, nem vizsgálodnak, nem kutatnak, nem elemeznek, nem... Értenek semmit ebből a világból. Na, ez egy nagyon szomorú állapot. És én mondtam, ilyenkor az ember frusztrált lehet, megvezethető, és semminek nem fogja látni az értelmét. És ez okoz boldogtalanságot. De amikor te mindennek látod, legalábbis sok mindennek, és mindent föltársz, és rájössz arra, hogy az önvalodban, Úristen, mennyi kincs van, és hogy te milyen gazdag vagy, hogy mennyi mindent tároltál, mennyi mindent örökítettél át, hogy te látod a jövőt, érzékled, hogy nagyon sok aha élményed van, hogy álmok formájában is rengeteg kinyilatkoztatást kapsz, olyan boldog leszel és olyan önazonos, amit nagyon nehéz két mondatban összefoglalni, hát nem is tudtam, mivel hogy hat éve beszélek folyamatosan. És hat év alatt sem tudtam mindent elmondani. Bizony hat év alatt sem. Mert ez egy ilyen hosszú út. Ez egy ennyire fontos és erős vállalás. És azért, mert ennyi minden volt és van rejtve. Ennyi mindent kell dekódolni. Ennyi mindent kell lefordítani, átadni, és szebbé jobbá tenni azért, hogy az ébredési folyamatok elinduljanak, hogy az emberek felszabaduljanak, hogy egyáltalán ezek az energiák felszabaduljanak, mert akkor én azt gondolom, hogy a földi létezés is megváltozik, akár ki is virágozhat, hogyha sokkal több önazonos ember élne itt, olyanok, akik már nagyon tudatosak és teljesen ki tudtak teljesedni vagy virágozni, mert tudom azt, hogy az ilyen lelkek nagyon-nagyon másképpen működnek, és sokkal jobb velük kommunikálni, mint olyanokkal, akik még ilyen nagyon zárt állapotban vannak. Egyébként szerintem ők nagyon sértettek. Tehát én azt vettem észre, hogy aki tudattalan, az sértett. Ez nagyon érdekes. Viszont akik meg már nagyon sok mindenre rájöttek, ők sokkal felszabadultabbak és nyitottabbak, és sokkal több mindent elfogadnak. Tehát igazából szerintem a személyiségünk is nagyon erősen változik, sőt, hát én ezt tapasztalatból mondom, az én személyiségem is nagyon sokat változott, és nem foglalkozom már felesleges dolgokkal, nem megyek tévutakra, nem húzom az időt, hanem konkrétan azt a feladatot végzem, ami, amiért én aláírtam, amiért idejöttem, azokkal kooperálok, akikkel kell, és nagyon kontúrosan le tudom festeni, úgymond ezt a képet, meg tudom határozni, minden egyes pontját, stációját fel tudom építeni, le tudom rajzolni és írni, és ezáltal az ember szerintem nagyon szilárdá válik, vagy állhatatossá, és megingathatatlaná. És szerintem ez a legfontosabb, amit most kimondtam. És akkor még mindjárt megnézem, hogy mit írtam föl, hogy milyen kérdésekre keressük a választ, de lehet, hogy most már lassan befejezem a mai felvételt, mert sok mindenről beszéltem. De ha valamit kihagyok, akkor nyilván, hogy még pótolni fogom, feltéve, ha még nem jár le a felvételünk. Szerintem még az egy nagyon jó kérdés, hogy maga az amnézia pontosan mikor és hol alakul ki hogy a fogantatás pillanatakor, vagy később, vagy esetleg már a bardóban, tehát lehet, hogy maga a lélek, mint olyan, már eleve úgymond úgy indul útnak, hogy már az út során, és ezt átvitt értelemben kell érteni, már sok mindent elfelejt, és amikor már testet töltünk, és megfogalmazódunk fizikálisan, már akkor nagyon erősen fog hatni, úgymond ez a folyamat, vagy jelenség, vagy nevezzük, hogyan szeretnénk. Tehát ezek nagyon jó kérdések lehet, hogy ez is változó a különböző emberi életek kapcsán, mert ahogy mondtam, sokan, vagy nem sokan, de lehetnek olyanok, akik sok mindent nem felejtettek el, és hát ahogy mondtam, lehet, hogy ők az úgymond bardóban és a köztes állapotban is még nagyon sok mindenre emlékeznek, és persze az is nagyon jó kérdés, hogy ez visszafele is hat-e hogy amikor én leteszem a testet és visszakerülök a köztes állapotba, akkor a bardobban fogok-e emlékezni arra, hogy most milyen életem volt, hogy a földön én mit követtem el, vagy éppen mit nem. A földi létezés kapcsán. Úgyhogy nagyon sok mindenről kell most is gondolkodni, de szerintem főleg az a nagyon jó kérdés, hogy miért pont azokra a dolgokra emlékszünk, amelyekre, és amiket elfelejtettünk, azokat miért felejtettük el, miért vannak zárva, miért működnek titokként, miért vannak lekódolva. Hát amit mondtam, szerintem főként azért, mert egyrészt még nincs rá idő, tehát még, még nem érhetjük el ezeket a, ezeket a képeket, még nem hozhatjuk le, még, még szükség van az időre, a fejlődésre, a különböző átmenetekre, stációkra, mert különben nagyon sok mindent nem hoztam volna létre, különben nem indulok el az úton, különben nem csinálom végig ezt az egészet, mert ha te már előre tudod azt, hogy mondjuk 10-20 év múlva, vagy 10-20 éven belül pontosan milyen folyamatokon kell végigmenni, akkor azt mondod, lehet, hogy azt mondod, hogy át ezt nem vállalod, és kész pont. Na de akkor mit csinál az ember? Nem tud a fizikális létezés kapcsán helytelni. Éppen ezért sok mindent úgymond el kell altatni. Az altatás az egy folyamat. Igen, tehát az altatás során sok minden ugye úgymond lecsökken, leredukálódik, vagy sok minden feledésbe merül. Vagy maga ez, a, ez, az elfedés, mint olyan, és nem a fedés, hanem a fedés, az, 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 az úgy működik. Tehát alvás során is nyilván, hogy sok mindenre nem vagyunk tudatosak. Hát ezt gondolom mindenki tudja és tapasztalja. De ott is nagyon sok minden történik. Tehát annak a fajta folyamatnak is megvan a szerepe. És akkor beszéljünk az álmokról, mert az álmainkra, vagy az álmokra sem mindenki emlékszik. Ugye? Hát én mondjuk elég sokra. Nyilván, mert ha valakinek magasabb, vagy nyitottabb, úgymond a korona csakraja, -e, vagy nevezzük, ahogyan szeretnénk, akkor nyilván az álmokra is jobban emlékezhetünk, a korábbi életekre, a jövőre, mindenre, mert ez minden igazából egy halmazban tevődik össze. És akkor ilyen igazából ebben a halmazban nagyon sok felé kitekinthetek, nagyon sok mindent lehívhatok, és nagyon sok mindent feltárhatok. De nem mindent. Tehát szerintem nincs olyan ember, aki mindenre emlékezne, aki mindent feltárhatna, és aki mindent úgymond kész termékként kapna, mert az emberi élet nem erre való. Vagyis pont arra való, hogy kutassunk, fejlődjünk, hogy végigmenjünk ezeken a folyamatokon. Mert egyébként a tanulás és a jóváérés nem is tudna megvalósulni, amiért maga a Föld, mint olyan létezik, a fizikum létrejött, a testek, a formák megvalósultak, és amiért úgymond a szabad lélek beköltözött a testbe, vagy elkezdte mozgatni, és ilyenfajta megtapasztalásokkal is működik. Mert ilyen megtapasztalásokra is szükségünk van, ehhez viszont nagyon sok mindent le kellett zárni. Azért, hogy a katarzisok létrejöjjenek, amelyek által fel tudjuk építeni ezt a vállást, mert az összes születésnapot sem egy évben zajlik, hanem folyamatosan évenként vagy ha mondjuk karácsonykor ott van előtte tíz doboz, ajándékdoboz, azokat sem egyszerre nyitogatod ki, hanem külön-külön, nem? <laughs> az is egy folyamat. Hát igazából a földi létezés során is ezt csináljuk, csak ezek Isten ajándékai. Vagy az önvalód ajándékai saját magad számára. Miképpen bontogatod ki ezeket a tételeket, szellemi kincseket, az emlékeket, a képeket, mindent és hívod le szépen folyamatosan az itteni életed során, sok mindent föltárva, sok mindent lezárva, ez mindig attól függ, hogy milyen a vállalásod, hogy milyen úton kell végigmenned, hogy mit kell megtapasztalni, vagy mit szeretnél, hogy számodra mire van szükség. Mert ha szükségem van valamire vagy valakire, azt megjelenítem, arra emlékszem, muszáj, hogy emlékezzünk, különben nem fog kontúrossá válni a kép, a misszió. Ez a nagyon fontos szövetség, amit a Földön mutatunk be. Tehát igenis vannak olyan emberek, akikre emlékezni kell. És emlékezni is fogunk. Akár a korábbi testetöltéseink által is. És különböző helyszínekre is emlékezhetünk. Akár városokra, akár lakásokra, bármire, szituációkra, helyzetekre, előre. Mert tudni kell azt, hogy ezekben hogyan kell működni, hogy egy-egy helyzetből mit kell nekem kihozni. Hogy egyáltalán ezekbe a helyzetekbe belemenjek, hogy végigcsináljam fizikálisan is, hogy hogy ne térjek le az útról, hogy ne másítsam meg önmagamat és a vállalásomat sem. Ezeket a helyzeteket nem fogjuk tudni sem elutasítani, sem semmisét tenni, mert beleírtuk az auránkba, mert megfogalmazódik az önvalóban, és képként, lenyomatként megjelennek. Csak az a kérdés, hogy mi erre emlékszünk, vagy nem. Emlékszünk, a vállalásunkra százszerzelékosan? Tudjuk, hogy mikor, hova kell menni? Hogy kikkel kell kooperálni? Hogy hol kell élni? Hogyan kell működni? Hogy az én személyiségem nek milyen nején kell válnia, hogy milyen sorsot, milyen kaminót írtam alá, és hogy annak milyen stációi vannak? Hát az a válaszom, hogy aki tudatos, minden kérdésre választ fog tudni adni és ez tök jó, ez, ez nagyon csodálatos. Miképpen már talán én is így működöm, mert szerintem én már 80 ban majdnem mindenre választ tudok adni, hát sok mindenre még nem, mert azokat még nem éltem át, de képként, tervként megvannak, az önvalóban lenyomatként ott vannak, le tudom hívni, meg tudom nézni, hogy ez a szellemi minta mit mutat, és tudom követni, mert ez a dolgom. Az a dolgom, hogy ezeket a kínlatkoztatásokat kövessem. Amelyeket hát az is lehet, hogy az Isten kér tőlünk, vagy tőlem, mert tudja azt, hogy milyen úton kell végigmenni, tudja azt, hogy ha ezen az úton végigmegyek, akkor jóvá érek, akkor megigazulok, akkor elérem a célomat, akkor ott leszek, hazaérek. és nagyon-nagyon tudatos, vagy egy tudat feletti, lényé válok, ami a cél, ami a feladat, ami tényleg nagyon nagy boldogságot és katarzist fog okozni. Tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon-nagyon sok összetevős az itteni létezés. És a szellemi berkek és a fizikális mi volt teljesen másképpen működik. Illetve nem teljesen, mert a kép a lenyomat az ugyanolyan lesz, csak az egyik részben Euh, még csak szellemileg élünk át mindent a másikban, meg fizikálisan is. Hát ez a különbség, hogy fizikum, hát a fizikális rendszerekben minden sokkal lassabb, döcögősebb, az idő megjelenik, el kell osztani ugye ezeket a képeket, az emlékeket, mindent csak szépen fokozatosan lehet fölépíteni, és végig kell menni ezeken a folyamatokon. Hát valószínű, hogy a folyamatok miatt jöttünk ide, mert ha nekem nem kellene végigmenni ezeken a folyamatokon, akkor valószínű, hogy csak szellemi létformában léteznék, fizikálisan nem. Meg kell tanulni a türelmet, az önuralmat, a várakozást, a hitet, föl kell építeni a hitünket ezáltal, meg kell tanulni bízni saját magunkban, nem mellesleg egy magasabb szintű szellemi rendszerben, és, és így szépen végigvinni azt, amire azt mondjuk, hogy sors, azt mondjuk, hogy életút, és amire remélhetőleg most már sokkal tudatosabbak vagyunk, mert elkészült a 953. impro hat év által, vagyis hát ugye a hatodik éve beszélek ilyen tételekről, ekképpen. És remélem, hogy ez alatt nagyon sokan felébredtek, tudatosabbakká váltak, sok mindenre emlékeznek, vagyis, hogy én is tudtam valami ajándékot adni, mert ahogy mondtam, szerintem hatalmas kiváltsága az, hogyha az ember kikerül az amnéziás állapotból, kinyílik, és már sokkal szabadabban, tudatosabban, nyitottabban szemléli a világot, az életet, a vanságot, önmagát, a magot, az isteni magot és a benne rejlő eszenciákat, mert ezek fogják színesíteni az életünket, és ezek fogják értelemmel megtölteni. Hát a fizikális létezést is, ami nem olyan könnyű, de talán most már könnyebb, úgy, hogy meggyógyítottuk önmagunkat ebből a nagyon sűrű, vagy lehet, hogy nem is annyira sűrű amnéziából, felejtésből, ami lehet, hogy egy idő után már nem fog hatni, lehet, hogy az aranykori lételapotban már nem fog megfogalmazódni, de most még szükség van rá. Azért, hogy ilyen lényekké váljunk. Magyarán szellemileg sem tunyuljunk el, mert szerintem az sosem hasznos.